A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora. A múlt héten a hosszú hétvége és a minden szentek, illetve halottak napi ünnepek miatt nem jelentkeztünk adással, de a sportvilág történései természetesen azóta is zajlottak. Hát sajnos az adás főcímében látható egyik figura nincs itt, pedig félúton valahol a fehérváriság és a ferencvárosiság között. Nagyon megkérdezném Kaiser Tomit, hogy hogy tetszett neki a hétvége rangadója, amit ő ráadásul a helyszínen tekintett meg, de azért vagyunk itt a stúdióban szintén szemtanúk, úgyhogy természetesen majd ezzel a témával kezdjük az adást. Itt van velünk Németh Krisztián, a Médiacentrum és a FEUL újságírója, Farkas Szilárd kollégám a Fehérvár Médiacentrumból, és Horog László mindenhonnan. A világ médiából. Nagyon sokszor beszéltünk ugye, és meglehetősen mindig ilyen negatív történések, illetve események meg eredmények kapcsán a fehérvári foci csapatról. Azóta tudjuk, hogy történtek változások, bár legutóbb még, amikor itt adásban beszélgettünk már, akkor úgy tudom, hogy úgy emlékszem, hogy Huszti Szabolcs volt a vezetőedző. Talán az első igazán nagy vizsga, vagy sokak által várt rangadó azóta, hogy ő lett ugye, illetve Juhász Roland a sportigazgató, a Ferencváros elleni találkozó volt egy olyan csapat ellen, amely mondjuk ki a magyar futball utolsó évtizedének legnagyobb bravúrját hajtotta végre, hiszen az idei Európa Ligában nem csak hogy bejutott a csoportkörbe, hanem csoport elsőként már a 16 között van. Hát ilyen magasságokban legyen szó akár csak a második számú európai kupáról, azért magyar csapat nem nagyon járt. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a Vidi emlékezetes UEFA kupa menetelése óta, mert azért egy kupában tényleg a legjobb 16 között, főleg manapság, ez elképesztő eredmény. Gondolom, ennek megfelelően vártátok ti is ezt a találkozót, hiszen egyrészt a MOL Fehérvár azért valamikor ugyanarról a szintről indult, mint a Ferencváros itt a hazai bajnokságban, az erőviszonyokat, akár a körülményeket, akár az anyagiakat tekintve, de az utóbbi 6 meccset zsinórban a Fradi nyerte, és hát ez alatt az idő alatt óriási különbség lett a két csapat teljesítménye, meg valószínűleg most már ereje között is. Ráadásul tényleg a Fradi abból a meccsből érkezett, ami ugye lezárta az Európa Liga csoportkörét. Hát ehhez képest ugye ez a 2-2-es eredmény, és főleg a játék képe szerintem úgy nagyon nem okozhatott csalódást, mert tényleg versenyben volt végig a Vidi. Nyilván mindenki máshogy értelmező, hogy mennyire pörgött ez a Fradi, mennyire volt fáradt, mennyire volt számára most prioritás ez a mérkőzés. De most nézzük tényleg a mi szemszögünkből, láttok-e komoly előrelépést. Önmagában az eredmény nyilván nem rossz, főleg úgy, hogy a legvégén sikerült egyenlíteni, tehát egy kicsit a döntetlen eredmény után mindig annak jobb a hangulata, ugye, aki megszerezte azt a pontot, nem aki elvesztette a másik kettőt, és hát összességében szerintem ez egy teljesen vállalható meccs volt. Mm-hmm. A hallgatás a beleegyezés, és nagy a hallgatás. Nem láttam a mérkőzést, az utolsó fél órát otthon tévén. Amit láttam, az tetszett, és érdekes a világ, hogy itt a Mezei Györgyféle videóton annak idején nagyon megszokta verni a Fradit. Volt egy jó néhány éves széria, amikor 5-5 rúgtunk az Üllői úton, és aztán az megfordult, és most tulajdonképpen a Vidi 8. a tabellán, tulajdonképpen középcsapat lettünk, amit nem, hogy 5 éve, 3 éve, még tavaly ilyenkor sem gondoltunk, hogy bekövetkezik, és ennek fényében egy nagyon-nagyon szép eredmény ez a döntetlen. Tehát a kérdés az, hogy tényleg ott van-e a Vidi helye, és hogy ezt a meccset eleve hogy kell kezelnünk, mert még mindig azért az van szerintem a sport közvéleményben, hogy ez a rangadó most. Nyilván a ferencvárosiak számára Újpesten játszani az presztízs kérdés, az más miatt érdekes, de hogy itthon azért ezt a két csapatot kezelik úgy, mint akiknek illik is jó meccset, meg nagy meccset játszani egymással. Hát szerintem a kérdés az, hogy most mit jelent és mit kell, hogy jelentsen ez a döntetlen, hogy ez egy győzelemmel felérő siker ugye a Fradi
az, hogy a Fradi volt az ellenfél, és 2-2-t értünk el, és úgy, hogy az utolsó pillanatban sem adták le a játékosok, ugye, hiszen Dárdai Falkó szép góljával egyenlített a csapat az utolsó percekben. Azt szerintem helyén kell azért kezelni, tehát ezzel a 2-2-vel a Fehérvár még nincs a Fradi szintjén, nem is elvárható, de az új vezetőedzővel és gyakorlatilag az új vezetőkkel együtt ez egy nagyon jó nyitás, hogy a lista vezető ellen egy ilyen eredményt tudnak felmutatni a srácok. A csapatjáték, én azt hiszem, hogy rendben volt. Én Laci ellentétben a meccs elejét láttam csak. Ott is látszott, hogy a Fehérvár nagyon próbálkozik. Ugye volt egy felső léces kapufa is az első percekben, illetve a mérkőzés elején, és aztán a végén sem eresztettünk le, ahogy már mondtam is, tehát gyakorlatilag végig pariba voltunk a Fradival, aztán lehet elemezgetni még bizonyos szituációkat, bizonyára mindjárt ki is térünk rá. Tehát, hogy Ferencváros mennyire pörgött, vagy mennyire nem, ez jó kérdés, de az biztos, hogy az látszott már az első percekben a csapaton, hogy nagyon motiváltak, ezt Huszti Szabolcs jelezte is a mérkőzés előtti nyilatkozatában. És bármennyire is pörgött vagy nem pörgött a Ferencváros, szerintem az a 11-es azért szét kellett volna, hogy csapja a Vidit, hogyha nincs annyira egyben, mint amennyire egyben volt ezen a mérkőzésen, és mégsem történt meg, tehát nem volt demoralizáló ez a dolog. Hozzáteszem egyébként, most már ezzel nem lehet változtatni, de szerintem ez nem ért feltétlenül büntetőt ez az eset, ugye Lednyev kezéhez ért a labda. Egyébként ott volt mellettem a mérkőzés alatt a Fradi szakmai stábjának egyik tagja, és ő anélkül, hogy látta volna a televíziós visszajátszást, azt mondta, ez nem 11-es, hiszen nagyon közelről érkezett ez a beadás, ami végül is Lednyev kezére rápattant, valami nem tudom, hogy hova kellett volna a bal kezét leszorítania, miközben becsúszott, beugrott, bevetődött a labda elé. Mindegy, ez most már történelem, de lényeg, hogy gyakorlatilag kétszer tudtunk egyenlíteni a Ferencváros ellen, ami szerintem azért ez ellen, a Fradi ellen igencsak megsüvegelendő teljesítmény, és szerintem a szurkolók is elégedettek lehettek. Meg szerintem a semleges nézők is, mert ez egy komoly színvonalú mérkőzés volt, rengeteg kapufával. Hát a VAR-ral, meg a játékvezető ítéletekkel majd még mindjárt foglalkozunk, mert ennek a meccsnek az utó krónikájához és az utó életéhez is hozzátartozik, vagy ennek a kommunikációja például. De maradva ennél a bizonyos csapatszellemnél, meg mentalitásnál, meg előtte, meg utólag is dicsért hozzáállásnál, most tényleg az a kérdés fogalmazódott meg bennem, látva a meccset, valóban ég és fő volt a különbség a csapat teljesítménye is a korábban látottak között, hogy ez valóban ennyin múlik. Tehát jött egy új edző, aki egyébként valamilyen szinten persze az öltözön belülről érkezett, nemrég még a csapattársak egy része ugye együtt focizott vele, nyilván a pályafutás renoméja az megvan. Ugyanakkor, mint vezetőedző, azért sokkal tapasztalatlanabb, mint akár Mihály Borisz volt. Hogy ennyi elég, hogy tényleg mindenki oda tegye magát, vagy azért a rendszerbe, a játékba is sikerült úgy belenyúlni a Husztinak, nem szakértőként nehéz megállapítani, de én azt gondolom, hogy ez egy elvárható minimum, hogy így küzdjön egy Fehérvár, úgy akár, hogy akár percekig járatta a labdát, és nála volt, és kereste a rést a Ferencváros ellen, amelynek itthon Magyarországon azért mindenki ellen dominálnia kellene. Azt gondolom, hogy egy csapat soha nem felejt el focizni. Valamiért a motiváció az lecsökkent ugye Borisz alatt, és nyilván váltás kellett, már ugye itt mondtuk éppen a Vasacs meccs után, hogy ez egy nagyon jó fordulópont volt már azért is, mert ugye az utolsó helyezett ellen azért nem sikerült fényesen tündökölni, és egy új vezetőedző mindenféleképpen új impulzust kell, hogy hozzon, és pozitív impulzust, és nem lehetett. Most már tényleg lehet azt mondani lassacskán, hogy ez egy igencsak pozitív impulzus volt, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, egy belső embert hoztak gyakorlatilag a vezetőedzői székbe, akiről mindenki tudja, hogy tényleg élhal a csapatért, ő is nyerni akar, de egy szinten följebb, ugye még Juhászról is nyilatkoztam mérkőzés előtt, hogy ő mindig úgy várja az összecsapásokat, mintha még ő is játékos lenne. Tehát a magasabb szinteken is, ha lehet így mondani, nyerni akarnak. Tehát
nem focizni felejtettek el a srácok szerintem, hanem nyerni. És ezt a mentalitást kell visszahozni, amihez ők szerintem jó alapanyagot tudnak teremteni, illetve formálni. Szerintem talán közrejátszik ebben az is, nem elvitatva a csapat, vagy akár Huszti Szabolcs, vagy bárkinek az érdemeit a klubban ebből a jó teljesítményből, hogy gyakorlatilag, hogyha most veszünk egy, nem tudom, Mezőkövesd, vagy teljesen mindegy, mondjuk a tabella alsó, vagy a Honvéd elleni mérkőzést, ott tulajdonképpen veszíteni valónk van, hiszen hiába teszi ki a lelküket a pályára, lehet, hogy úgy alakul, hogy megint egy góllal az ellenfél lesz jobban, hogy erre már volt példa. De a Ferencváros ellen igazából, ha jó teljesítményt mutatnak fel, nincs veszíteni való, hiszen a Ferencváros jelenleg azért jobb csapat, ezt mondjuk ki, ezt mindnyájan tudjuk. Tehát nem mindegy, hogy azért futok ki, vagy azért megyek ki a pályára, hogy ne legyen kudarc, vagy azért, mert nyerni akarok. És ez szerintem a Ferencváros ellen inkább ez utóbbi volt talán a meghatározó, és szerintem ennek volt köszönhető ez a felszabadultabb játék, meg ez a pazar fiolaívelés, amiből Castrati elképesztő gólt lőtt, gyönyörű jelenet volt. És mondom, tényleg az, hogy kétszer tudtunk egyenlíteni a Ferencváros ellen, és az utolsó percekre is volt erő, energia, motiváció, ez szerintem így nagyon szuper volt. De azért azt ne felejtsük el, mielőtt még itt, nem tudom, ami nagy pallosra emelnénk a csapatot, hogy ez egy pont. És még szerezni kellene egy pont, jó párat. Továbbra is inkább az alsó régióhoz van közel a Vidi, bár elképesztően szoros a bajnokság tényleg, tehát látjuk, hogy itt egy győzelemmel már dobogó közelbe lehet érni, és nem csak a Fehérvárnak. Az nyilván így van, hogy Krisztián mondja, hogy ez az a mérkőzés, ahol nem a Vidi volt az esélyes, és bármennyire is gyengén teljesít a csapat, bárhova megy el, bármilyen csapattal játszani, ebben a magyar bajnokságban úgy fogják kezelni, hogy a MOL Fehérvár azért a favorit. Teljesen mindegy, hogy egyébként a Kisvárda jobban áll a bajnokságban, vagy a Paks éppen egy helyen előttünk van. Nehéz olyan párosítást mondani, amiben nem így van. És hát itt jön megint képbe tényleg ez a fajta mentalitás. Ezt a váltást, ezt már mi kibeszéltük, de azért a Laci véleménye érdekel, mert nem voltál itt az elmúlt hetekben, hogy beigazolódhat-e utólag, akár egy ilyen meccset elnézve, de nyilván csak hosszabb távon, hogy Juhász Roland és Huszti Szabolcs kinevezése elsősorban azért jöhet vagy sikerülhet, mert ők valóban mentálisan erőben, lélektani erőben és az elvárásokat valóban erősen éreztetve tudnak plusz adni, hiszen ők olyan játékosok voltak, főleg Juhász, akik valóban éveken át gyakorlatilag felszántották a pályát a Vidiért. Itt mind a kettőjüknek az egy óriási lehetőség, hiszen azért Huszti Szabolcsit scoutolt a Vidi utánpótlásában, aztán csend, Debrecenbe került, ahol az akkori edző Kondás eleméren kívül mindenki tudta, hogy Huszti két nap múlva a kispadra, kikaptak 2-0-ra a Gyirmódtól, és aztán ki is nevezték Huszti Szabolcsot. Nehezen indultak, aztán utána könnyedén feljutottak, az ősz közepén felállították Debrecenbe, és igazából várt a lehetőségre. Juhász Roland az MB3-as harmadik kerületnek volt a sportigazgatója, elképesztően nagy lehetőség. A kérdés az, hogy jó néhány dolgot beszélnek, de nem tudjuk a teljes igazságot, azt csak a klubvezetés tudja, hogy ez a mandátum néhány mérkőzésre szól, vagy van egy olyan opció esetleg, hogy hosszú táv. Mindenki más mond. Van, aki szerint egy nagy nevedző ül majd a kispadra, van, aki azt mondja, ha így folytatják, jönnek a győzelmek is, akkor akár maradhat ez a szakmai stáb is. Ezt igazából szerintem még a vezérkarttal is, hogy tudják kristálytisztán. De az biztos, hogy Huszti számára és Juhász Roland számára is ez egy elképesztő lehetőség, és nyilván ennek megfelelően próbálnak bizonyítani is. Hát hallottuk azokat a híreket, és szerintem lehet, hogy hivatalosan ezt senki nem erősítette meg, de hát nagyon sok oldalról, hogy valóban erre a bajnokság idei szakaszából hátralévő néhány mérkőzésre szól a vezetőedző mandátuma. Egy sportigazgatónál én őszintén szólva azért nem tudom, hogy tényleg felkérnek-e valakit egy-két hétre. Igen, az más kérdés, hogy őket együtt kezelik, tehát kvázi ők együtt voltak máshol is, régi cimborák, tudjuk, hogy Juhász Roland és Huszti Szabolcs valamilyen szinten azért szívesen dolgozik együtt.
De akkor megint előállhat az az érdekes helyzet, ami egyébként nyáron volt, amikor ugye Mihály Borisz volt a tűzoltó előtte, végül is a csapat elérte, amire őt felkérték, és akkor felmerült, hogy na akkor ő most megérdemli tulajdonképpen a további bizalmat. Tehát ha úgy tetszik, ebbe az utcába egyszer már belesétált a Fehérvár, és aztán kiderült, hogy Borisz hosszú távon sajnos nem tudott mit kezdeni ezzel a csapattal. Úgyhogy gondolom, egy döntős hozói fej gondolkozva, legyen ez akár Juhász Roland, akár fölötte valaki még a klub legfelső vezetésében. Ez egy nehéz dilemma, hogy ha most ezt a Fradi elleni teljesítményt mondjuk megismételve szerez még néhány pontot a Vidi a következő meccseken, akkor végül is milyen döntés szülessen, mert az tényleg nem elképzelhetetlen, hogy zajlanak háttértárgyalások, vagy vannak elképzelések más szakemberrel kapcsolatban. Úgyhogy akkor megint meg lehet majd szondáztatni a közvéleményt, hogy na most akkor mi legyen. És nagyon nehéz válaszolni erre, hogy mi a jó megoldás olyankor. Amit ugye mondtál is, hogy minden más mérkőzésen a Fradittól eltekintve most a Fehérvárnak kell esélyesnek számítani a bajnokságban. Azt mondom, hogy nem ebből a meccsből kell kiindulni, mert nem a Fradit kell legyőzni, most ne adj Isten, szép ez a 2-2, és nagyon jó, hogy ez lett az eredmény. De ha esetleg kikap a csapat, az sem probléma abból a szempontból, hogy nem a Fradit kell legyőzni, ahogy mondtam is, hanem a többi csapat ellen kell folyamatosan jó szerepelni, és hogyha ez meg lesz, akkor szavazhatják meg a bizalmat a döntéshozók a Huszinak, és ebben kell fejlődnie most még a Fehérvárnak, hogy nem csak egy presztízs csatára kell úgymond kihegyezni a dolgokat, hanem majd folyamatosan, és ehhez ugye idő kell. Tehát az nem lesz elég ez a néhány mérkőzés, ami még itt átra van az évből. Hát ki tudja, lehet, hogy az lesz ennek a sztorinak a vége, meg egy új fejezet kezdete, ami rímel a Ferencváros elleni meccsre, hogy egyszer csak érkezik Dárdai, beszáll. Mármint... Csak nem a Palkó, hanem az édesapja. És egyébként, hogyha... Az idősebb Palkó. Nagybátyja itt volt, azt mondta, hogy a meccs után Dárdai Palkó, hogy a nagybátyja itt volt, és meg is jósolta, hogy gólt fog lőni. Igen. Hát, mármint nem megígérte a Palkó, a nagybátyja. Nem, a nagybátyja mondta neki, hogy szerint a gólt fog lőni, és sikerült. A lényeg, hogy lőtt. Lényeg, hogy a Dárdaik már betették a lábukat az ajtórésbe. Igen, és egyébként, hogyha minden igaz, akkor még a Dárdai Pál édesapja volt az, aki utoljára gólt rúgott a Dárdai familiából a Ferencvárosnak, most a Palkó, és akkor most jöhet Dárdai Pál, aki a kispadon lehet, hogy a következő szezonban hosszú idő után az ő vezérletével győzi le a Vidi a Fradit. És ezek mint tudjuk, ugye Juhász Roland volt az, akinek a góljával utoljára legyőztük a Fradit, ő meg a sportigazgató lesz, és akkor teljesen összeáll a kép. Sőt, Dárdai az idősebb becseréli magát, és gólt szerez. Most hát csak az a kérdés, hogy Huszti Szabolcs hol látja magát ebben a képletben, mert ő viszont akkor, ha már fülni a kispadra. Ha ilyen ütemben hozza végig a szezon további részét, akkor legrosszabb esetben is szerintem ott állja a szakmai stábban, de hát nyilván most nagyon előre mentünk. Nagyon. Igen, a Fradi ellen, és mindjárt megírtuk a szokták írni, hogy a képzelet szüleménye ugye minden, vagy bármi hasonlósága, valósága az a véletlen műve. Nyilván csak találgatni tudunk. Nem tudom, nehéz kérdés, mert tényleg, hogyha a Vidi és itt a Haj az ugye sosem játszik, de most a jövő idejű Haról beszélünk, az a következő mérkőzéseken ilyen képet mutat, és még eredmény is párosul mellé, akkor nehéz lesz azt mondani, hogy hát köszönjük szépen Huszti Szabosnak, ha csak tényleg nem olyan edző jön. És itt jön a kérdés, hogy valóban ki lehet olyan edző. Ugye többször elmondtuk az elmúlt adásokban, hogy a Ferencváros tudott olyan szintről edzőket szerződtetni, ahova maga el akar jutni, és ha a Fehérvárnak is ez a célja, akkor elfogadható, hogy hoz egy olyan szakembert. Ettől még nyilván alakulhat a szakmai stáb úgy is, hogy Huszti is benne marad, de most jelen pillanatban szerintem a legnagyobb kérdés, hogy tényleg mit tud ez a csapat valójában, és erre mintha még mindig nem tudnánk egyértelműen a választ. Hát idén még van két lehetőség arra, hogy egy picit kivilágosodjon a kép. Gyakorlatilag egy héten belül még két meccs van. Érdekes helyzet, mert annak idején jött Horváth Ferenc, átvette a 10. helyen a csapatot, lett második, benne volt, hogy hosszabbítanak vele, végül nem. Akkor Henningberg, jött Bernard Cassoni, és utána jött Pető Tamás, jött Szalai Tamás Márton Gábor után. Tehát igazából itt megfordultak hasonló szituációban hasonló nevek, hasonló klubkötődéssel, de aztán nem lett hosszú távon végül is a munkájuk. Ez most megint nagy kérdés, és Tódi Gábornak van pro licensze,
annak idején, amikor Debrecenbe kerültek, Huszti Szabolcsnak nem volt véletlenül, most sincs. Tehát ez lehet, hogy ez is befolyásolja a folytatást. Hát én azt mondom egyébként, hogy ha tényleg megnézzük csak az elmúlt 10 év történéseit, vagy akár azt az időszakot, amikor amióta a MOL Fehérvárnak vagy Videótonnak komoly céljai vannak, igazából Paulo Souza és ugye Nikolic, Marko Nikolic volt az a két edző, akivel európai szinten egy csoportkört, egy legalább valamilyen módon jegyzett eredményt el tudott érni a Fehérvár. Nyilván a magyar bajnoki címeket nem lebecsülve, de és ez nekem azt mutatja, hogy tényleg kell az a fajta tapasztalt, rutinos, a világfutballban már edződött és sokat látott edző, aki akár irányt adhat az egész klubnak is, hogy tényleg milyen játékosokkal merre felé kell elindulni. Kíváncsi vagyok, hogy a Vidinél most ezt hogy gondolják. Beszéljünk még egy kicsit a meccsről annak utóélete kapcsán is. A VAR Szoba és Bognár játékvezető együtt sem tudta legyőzni a Vidit. Ezt, hogyha nem tudom, a Fejér megyei hírlapban olvasom, vagy egy kellően elfogult és érthetően kicsit hangzatos címadás. A médiacentrumban. Médián, igen, akkor nem csodálkozom. Így aztán azon se lehet csodálkozni, hogy ez a klub honlapján jelent meg, olyan értelemben, hogy annál elfogultabb azért tényleg ne legyen senki, meg nyugodtan lehet is, de hát Szilárd talán jobban tudja, én nagyon rövid időig dolgoztam, és már annak is 10 éve a Fehérvári honlapnál, hogy azért ez a klub és a kommunikáció nagyon óckodik a szélsőséges megnyilvánulásoktól, a már-már túlzott objektivitás, tehát ez a Ferencvárossal játszunk pont, vagy döntetlen a rangadón, körülbelül ilyen szintű címadások jellemzőek, mert hogy nyilván úgy gondolják, hogy nem az indulatok felkorbácsolása a cél. Most mégis megjelent ez a cím, ami nekem egyébként arra utal, hogy valószínűleg erről felső helyről engedély érkezett, és hogy jelentős indulatokat kavart a mérkőzés a klub vezetésben is. Igen, ez lehetséges, hogy fentről jött az utasítás, hogy egy kicsit szélsőségesebb címet adjanak neki. Én is úgy emlékszem, hogy amikor én ott voltam, akkor kicsit visszafogottabb újságírói szemlélet volt jelen, ami azért most is jellemző, kivéve ezt a címet. Amikor először láttam, akkor az egyik fórumon valaki csak lefényképezte ezt a cikknek ugye a címét és a lidjét, és én csak azt a fotót láttam, először azt hittem, hogy vicc, hogy akár így is lehetne, vagy ez is lehetne a cím, de aztán rámentem a klubhonlapra, és láttam, hogy ez nem visz, tényleg kiírták, és így írták ki. Ez az igazság gyakorlatilag bizonyos szempontból, de az, hogy le is írják, az nem jellemző. De volt már erre precedens egyébként Vidi honlapon, a Honvéd, volt közlemény is, Honvéd volt, Vidi amikor kupadöntő után volt egy hasonló, amit ugye megnyert a Vidi Hadzsics góljával, de ott hasonló. Ja, ezért gondolom én úgy, hogy valakinek valahol kiveri a biztosítékot, és akkor meg van engedve, csúnyán mondva, hogy ez megjelenjen. De szerintem ez nem a honlap főszerkesztője egyébként, meg nem is azok, akik a cikkeket írják. És hát a nagy kérdés ugye, hogyha diplomatikusan nézzük, hogy mennyire szerencsés, mert amikor megnevezel egy játékvezetőt, az MLS-nek nagyon szigorú szabályai vannak. Edző például nem nyilatkozhatná ezt, mert azonnal eltiltanák. Megbüntetnék, pénzbírság, nem tudom. Minden sporttevékenységtől eltiltva, a nemzeti sportot sem olvashat, és telesportot sem nézhet. Igen, és a gyereke nem dekázhat 3-at a kertben, és, vagy ő nem láthatja. És tehát, hogy amikor fölvállalja egy klub, hogy nyíltan a játékvezetőt nevezi meg, mint a Vidi egyik legyőzni akaró ellenfelét, hát az azért elég kemény. Hozzáteszem, hogy most akkor hagyjuk is, hogy mennyire jogos, mert nyilván ahányan nézték ezt a meccset, annyiféleképpen ítélik meg a játékvezető teljesítményét. Tehát ez nem tudom, mennyire szerencsés. Ugyanakkor szurkolói szemmel meg azt mondom, hogy persze elfogadható. Hát a szurkolók nyilván úgy voltak vele, hogy miért ítél 11-est ott, miért nem ítél 11-est itt. Kiütötte a dibusz a labdát, bent volt-e, miért nem vizsgálták, akkor miért nem szólt, mert a VAR-szobát is hozzák. És ez ugye külön megér egy misét, hogy valójában a játékvezető dönte el egy mérkőzés manapság, vagy a VAR-szoba monitorjánál ülő másik játékvezető. Igen, ez tényleg az volt, hogy mintha egy ilyen első indulatból adott címadás lett volna, de azért nem mehet ki bármi a honlapra. Én arra vagyok kíváncsi, hogy lesz-e bármilyen utóélete ennek az egésznek. Néhány napja történt, nem hallottunk semmit, valószínűleg nem is lesz már nagyon nagy utóélete neki. Azt, hát az is zseniális dolog, mert most két büntessenek meg. Tehát az MLS mégsem jogosult a MOL Fehérvár FC főszerkesztőjére büntetést kiszabni. Nem mondhatja azt, hogy ez a klub álláspontja, azt mondhatja, hogy a klub honlapon nem volt szerencsés a megnevezés.
De akkor megint beszélhetnénk akár magáról erről a VAR-ról is, amit ugye most már hála jó Istennek Magyarországon is bevezettek, hogy egy ilyen szituáció adódott. Azt azért jegyezzük meg ugye, hogy hogy Lednyev kezezése után percekig még tartott a játék. Hál' Istennek olyan meccs volt, amit egyébként nagyon ritkán szakított meg, akár szabálytalanság, akár valami technikai hiba. Ment a játék, a Vidi eljutott egy helyzetig, lövésig, valahol kiment a labda, és akkor pont azt hiszem talán szöglettel jöttünk volna, vagy a mi lövésünk ment kapu mellé. Igen. Na akkor aztán játékvezető jelezte, hogy akkor ő most elmegy videózni. És hát ez megint felveti azt, amit itt Kajzer Tomival igen szenvedélyesen szoktunk kielemezni, hogy megöli-e a játékot, agyonvágja-e, tönkreteszi-e az érzelmeket, vagy pedig végre valahára az objektív igazság tud diadalmaskodni a VAR-nak köszönhetően. Én utóbbit mondanám, de szerintem ezen 11-es szituáció alkalmával nem az igazság győzedelmeskedett, ebben egészen biztos vagyok. Tehát én nem tudom, hogy ez hogy sikerült. Így kifigyelni, hogy ez egy szándékos kezezés volt Lednyevtől, hát ez egy óriási tévedés. De ha már az volt a nagy kérdés egyébként, hogy a játékvezető ki ott volt, azonnal miért nem ítélt 11-est? És nekem az a nagy bajom a VAR-ral, és az felveti bennem, hogy benne van a bírókban, hogy majd a VAR megnézik. Tehát nem vállal fel egy olyan döntést, ami után esetleg kiderülne a hibája. Hozzáteszem persze, az is igaz, ha meg befújja, és megnézik a VAR-ban, akkor vissza is vonathatják vele. Tehát egy kicsit ilyen, hogy valójában kivezeti ezt a meccset, nekem ez a kérdés ilyenkor mindig. Szerintem teljesen mindegy, hogy úgymond kivezeti a meccset, mert ha a bíró nem vállalja fel, inkább megvárja a biztosat, ugye, amit a VAR-szobából kellene, hogy mondjanak, mert szabály szerint ez most vagy büntető, vagy nem. Az nem egy nagy játék megszakítás olyan szempontból, hogy ez most igen, vagy nem. Tehát ezzel nem kell tanakodni, mert ott ülnek 5-6-en, és akkor mondjuk azt mondják, hogy igen, az volt, ennyi. Tehát ez egy szabály. Tehát nagyon cifra eseteket látunk. Nem az, aki, hogy látta a dolog, hanem ez most vagy tizi volt, vagy nem volt tizi. És ezt el kell dönteni, és utána nem kell már azt elemezgetni, hogy mégiscsak az volt. Nem. Tehát itt szabály van rá, amit ott el kell, és el is lehet, vagy is lehetett volna dönteni. Jött a VAR, ami sok tekintetben behozott változást, ugyanakkor az emberi tényező is, a hiba lehetőség még így is benne maradt. Még Bognár György mondta annak idején, hogy a Paks edzőjeként, hogy hol húzzuk a vonalat, a vállánál, vagy a cipőjénél. Tehát ez megint érdekes helyzet. Nagyon sok dolgokban segített a fűnyírás technika annak idején, hogy a vonalak körülbelül látható volt a visszajátszásoknál. Itt a VAR néha 10 perceket elvesz, és én nem tudom eldönteni, hogy szükség van rá, vagy sem. Az emberi tényezőt érdemes lett volna bent tartani olyan tekintetben, hogy ne vonalak és számítógépek döntsenek. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy ezen a szinten, nem is a magyar NBA szintjén, de egy BL döntő szintjén, itt emberi sorsok, és itt milliárdokról beszélünk. És ott viszont már azt mondják, hogy igenis a hibát azt kiszöböljük hát még így is benne maradt. Igen, így van, tehát ez teljesen jogos, de hogy még ott is olykor ugye elképesztő ítéletek születtek. Most nem tudom, ti láttátok-e, minden esetre nagy vihart kavart, amikor a Bajnokok Ligájában, most azt hiszem az utolsó előtti csoportkörben volt, hogy a Tatanem a kiegyenlített, ugye az utolsó percben Harry Kane góljával, óriási öröngés, percekig tartó, mindenki egymás nyakába, tovább jutottunk, és akkor egyszer csak jelzik, miközben a játékvezető már lefújta gyakorlatilag a mérkőzést, hogy akkor ezt most visszanézik. És visszavonták a gólt, ami önmagában, ha egy egyértelmű helyzet lett volna, nyilván emocionálisan óriási sok, de azt mondott, hogy jó. De nem volt egyértelmű a helyzet. Mert kiderült, hogy ott ellenféljátékosa is hozzáért, hogy eleve néhány centim múlt a les helyzet, tehát még a számítógép sem tudott igazából igazságot tenni, és hát annak olyan elképesztő heves reakció lett, aminek köszönhetően egy Kontét el is tiltották, megkapta a piros lapot a kispadon, és azt kellett, hogy mondjam, hogy nem tudom nem megérteni a vezetőedzőt, tehát hogy nagyon nehéz, hogy tényleg hozzál egyértelmű döntést, és ami nagyon egyértelmű, arra meg azt mondod, hogy hát azt a játékvezetőnek is látnia kellett, meg az asszisztensnek is látnia kellett, mert méteres leseket azért ne varozzunk már vissza. Hát nekem most több dolog is eszembe jutott, az egyik az, hogy nekem a VAR-ral a világon semmi bajom nincsen, csak meg kellene próbálni tényleg igazságos döntéseket hozni minden szituációban. Tehát ez egy tök egyértelmű szituáció. Én hülye a bíró, hogy nem lehetett ezt elnézni, ez az egyik. A másik, hogy egyébként ha a gólbírók még léteznének,
pontosan látta volna a gólbíró a pozícióból ezt a bizonyos szituációt, ezt a kezelést. Az alapvonali játékvezető. Az alapvonali játékvezető. És a harmadik pedig, azt annyira hirtelen akartam, hogy el is felejtettem. Ja, igen, nem felejteszek semmit. Ami a VAR-nál engem sokkal jobban zavar, az ez a leszabály, tehát hogy beintjük vagy nem intjük be. Emlékezünk a magyar válogatott Portugália elleni EB meccsére. Ahol Schön rúgta a gólt rúgott, és utána kipukkadtunk, mert nem intette be a játékvezető, vagy nem is tudom, meg kellett várni, de hát basszus. Igen. Ez sokkal nagyobb. Ez az, a játékot ez az új szabály valóban, hogy végig kell várni, pont azért, hogyha esetleg rosszul látta a partjelző, és a VAR ezt igazolja, akkor lehessen azt mondani, hogy bent volt a gól, érvényes. Így meg ugye addig vár van, hogy tényleg még utána kering kettőt a levegőben a labda, és csak utána húzzák be biztosan, hogy biztos alapon. Na ez egy hülyeség. Ahogy múlik az idő, egyre inkább hozzászokunk. Tehát az első varos évben olaszok elsőre nem vezették be, német bevezette. És soha nem felejtem el, hogy fél idő, bemennek a csapatok, majd visszahívják őket, és újra rúgatnak egy 11-es. Tehát akkor olyan abszurd volt az egész, teljesen szürreális, hogy mi fog itt következni. És ahogy múlnak a évek most már, ma már elfogadod, hogy akár negyed órán keresztül is ott vitatkoznak. Tehát hozzászoksz, ami először teljesen viccnek hatott, most már azt mondod, hogy ez a játék része, meg talán lényegi része. Tehát a lényeg tényleg az lenne, hogy akár varol, akár anélkül a helyes döntés szülessen. És azt látjuk egyébként Angliában, ahol híresen hülyék a bírók, ott a mai napig a VAR sem segít. Tehát olykor egyértelmű eseteket vissza se néznek, olykor a lábtörés, a szóbeli figyelmeztetés, máskor a méteres, tehát hogy és látod, hogy az emberi tényező benne marad, mert a hülye az hülye marad, és lehet, hogy a VAR szobában is ugyanolyan. Hozzáteszem, akkor még mindig ott van a kezezés, aminek szintén idényenként változtatják, hogyha csak a nagymamádnak integetsz, akkor nem 11-es, hogyha kicsit feljebb emelted, akkor igen, ha lent van a kezed mellett, de kicsit eltartod a testettől, akkor 11-es, hogyha mellette van, akkor nem. Szóval megmaradtak azok a bizonytalansági tényezők, úgyhogy azért az agyérgörcsöt nem fogjuk nélkülözni ezután sem. És akkor egyetlen kérdésem van még itt már nem csak a Vidi-Fradi meccs kapcsán, mert azért tényleg emeljük meg a kalapunkat a zöld-fehérek idei Európa Ligás teljesítménye előtt. Szerintem azzal együtt, hogy tudjuk, hogy évről évre épülnek és javulnak. Az, hogy Monakót, meg Zvezdát, meg Trabzont megelőzve ők csoportot tudnak nyerni, és kvázi a március elejei 8-at döntőben vannak, ezt szerintem senki nem hitte volna. De nem azért mondom ezt, mert hogy itt most a Fradit kezdjük el dicsérni, hanem hogy hol történt meg az, hogy ők ennyivel jobbak lettek mondjuk a MOL-Fehérvárnál. Ez a két csapat, ez azért még néhány évvel ezelőtt is itt játszott a késhegyre menő küzdelmet, meg a vívott a bajnoki címért. A Fehérvár is Európa Ligás csoportkörben volt, döntetlent játszott a Chelsea-vel, és most azt látjuk, hogy tényleg hát örülnünk kell, hogy ez ellen, a Fradi ellen egy döntetlen összejött. Leegyszerűsítve, a Fradinál jöttek az eredmények, nálunk meg nem. Na de mi által? Ez érdekelne engem, mert a matakot én is tudom. Igen, hát ha tudnák, hogy mivel jobb a Fradi, amennyivel a Fehérvár rosszabb, akkor gondolom már rég meglépte volna ugyanezt az utat a Fehérvár is. Itt tényleg csak az van szerintem, hogy olyan szinten volt egyben minden, ami most a Fradinál, és a Fradinál, ami most a Fehérvárnál hiányzik. És hogy ez mi? Bocsát. Srácok? Nem tudom, hát ez is Tőgerné nem volt annyira, a szálak nem annyira voltak rendben, viszont elvarták azokat a szálakat, és nyilván... Hát nyilván a dolgok korszak után kezdődött valami, tehát alapvetően azért Ebrovval húzott olyat a Ferencváros. Hát nyilván az egyértelmű, de utána azért igen, a Péter csak ugye Stöger... nekünk is megvolt a magunk Rebrovunk, mert szerintem Marko Nikolic hát, volt csak becsúszott olyan jó egy vaduz, edző. Meg igen. Utána egy Puskás Akadémia elleni... De az a kérdés például, hogy egy ilyen szitút, hogy kezel egy klubvezetés, mert Fehérváron évek óta az, hogy jön az első hullámvölgy, és megy az edző. Akkor is, hogyha előtte bajnokságot nyert, vagy európai kupában szerepelt. Na mindegy, nem tudom. Aztán egy idő után nyilván, ahogy erről Sallo István is beszélt, ez öngerjesztő folyamat, mert egy klubigazgató pedig könnyebben hoz jó játékost, amikor azt tudja mondani, hogy megyünk a csoportkörbe minden évben, sőt most már kieséses szakaszban.
És hát most arra az állományok között is azért jelentős különbség alakult ki. Bocsát, belefolytottam Szilárdba. Semmi baj, csak annyit éppen, hogy a Stögerre kapcsolatban, ugye mondtad, hogy elvarták hamar a szálakat. Talán az, és ez csak most fejtegetés egy kicsit, hogy talán Fehérváron is hamarabb kéne elvarni a szálakat, illetve olyan szinten igazolni bizonyos posztokra, akár vezetőedzői posztra is embert, hogy nem megbántva senkit, de nem csak hasra ütésszerűen, meg nem csak aki elérhető, hanem pontos koncepcióval, mert talán a Fradinál egy kicsit ebben jobbak, hogy ők jobban nyúltak bele abba a bizonyos vezetőedzői vödörbe, ha lehet így mondani, és jobb edzőket hoztak, mint Fehérváron. Ez biztos, hogy az egyik alapillére kell, hogy legyen annak, hogy miért így szerepel a Fradi, és meg miért nem úgy a Fehérvár. Igen, meg hát az nem ambíció. Nem tudom, hogy itt a szálak elvarrását mennyire lehet Bini Cérnával Fehérváron, idegi vagy más szempontokból. De hogy látod, Laci, mert azért sokan megkérdőzik, hogy egyáltalán van-e ilyen ambíciója még a fehérvári klubvezetésnek? Szerintem most a nyílt verseny nem létezik, hiszen a Fradi fényévekkel van a Vidi előtt sportszakmailag is, építkezés szintjén illetőleg. A Fradinál szoktam azt látni, ott valóban még mindig érdemes futballistának lenni. Ez a 10 000 ember, az az őrület, az a csecsebecse kereskedelem, a merchandising, várják a lukkerek a játékosokat, tehát óriási rangja van egy Fradinál futballozni. Hát tegyük hozzá úgy közben, hogy közönséget is nevelni próbált Kubatov, hiszen ugye azzal kezdte, hogy akkor ki a ez egy érdekes kicsit dolog, például amikor egy vezető mond valamit, ott mindig történik valami. Oroszpál mondja, hogy mindig egyen jobb edzőt szerződtetnek, mint amilyen az aktuális csapat. Erre kikapnak Iváncsán. Utána volt egy megint, hogy micsoda döntés, Cserszeszlova, aki tényleg kiválóan dolgozik, kikapnak Kecskeméten. És az biztos, hogy nagyon elegáns volt a részükről, hogy meghívták a teljes Iváncsai keretet a Vipáholyba, a Monaco elleni meccse. Egy nagyon jó marketing fogás és óriási húzás, hogy kicsit a vereség élét tompították, ugyanakkor felemelték ezt a Fejér megyei kis csapatot. És egy dolog biztos, hogy az a négy ember, aki a Fradit irányítja, Kubatov Gábor, Nyíri Zoltán, aki az operatív vezető, Oroszpál és Hajnal Tamás, az életük az a Zöld-Fehér Egyesület. Tehát az biztos, hogy mindent annak rendelnek alá. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez Fehérváron nincs így, csak ez a két klub nagyon hasonló sportszakmai és egzisztenciális irányból indult el. Csak a sikeres szereplés miatt a Fradi meggyőződésem, hogy most már anyagilag is a Vidi előtt tart lényegesen, és itt a nehéz helyzet, hogy felzárkózni anyagilag is melléjük, és sportszakmailag is, bár gondolom a Vidinek is az anyagi lehetőségei lényegesen jobbak, sőt nagyságrendekkel jobbak, mint az, hogy most a 8. helyen vagyunk a tabellán. Hát egyébként ebből a szempontból, közönség szempontjából azért ezt a Köln elleni visszavágó bebizonyította, hogy azért itt is érdemes ebből a szempontból is futballistának lenni. Itt is telt ház lenne egy Európa Liga csoport mérkőzésen, az nem kérdés, a Paks ellen meg itt sem lenne telt ház, de az a nagy kérdés, amit egyiket Laci valóban itt feszegetett, hogy ez a fajta elköteleződés, és ez a fajta a klub iránti szenvedély, ez melyik szintig, vagy milyen szinten van jelen például Fehérváron. Nyilván nem mindegy, hogy ez milyen döntéseket hoz. Hát bízunk benne, hogy ha más nem a sportigazgató szintjén most jelen lesz, hiszen Juhász Roland tényleg vidista, bár Sallói meg talán még inkább az volt a történelmi gyökereinél fogva, úgyhogy nem tudom, hogy valójában ez mire lehet garancia. Egy dolog biztos, hogy ami egészen csodálatos volt megélni azt fehérváriként, hogy tényleg 2000-en voltunk a Chelsea ellen idegenbeli meccsen, és tényleg kaptunk olyan ajándékokat ettől az egyesülettől az elmúlt 10 évben, amit korábban az ember nem gondolt, 84-85 után nem gondoltam, hogy bekövetkezik, de nyilván ezeket nagyon jó lenne újra megélni. És az emberben van egy nagyon jó érzés a Fradi kapcsán, hogy nem az irítséget látom, hanem őszintű dolgok a nemzetközi poronon szurkolni nekik, és bízom abban, hogy mi is visszajutunk arra a szintre, ahol voltunk néhány évvel ezelőtt még. Erről majd indítunk egy konzultációt, hány fehérvári szurkol őszintén, tiszta szívvel a Ferencvárosnak a nemzetközi porondon. Szerintem ilyen 50-50 lenne minimum a százalék, hogy ki még az, csak, aki... Úgy... Még csak annyit hozzá, hogy igen, hogy mostantól ugye Fradi a tavasz folyamán a kupa szereplésben, szerintem nem a Fradi lesz, hanem Magyarország. És a magyar csapatnál fogunk szurkolni.
Túl pozitív, optimista vagyok? Ne, hát te nyugodtan érezheted így, meg szerintem nyilván sokan érzik így, az meg más kérdés, hogy a magyar futballnak ez az egy csapata van, amelyik most 1000 év után elérte ezt, tehát lehet valóban, hogy létrejön egy fajta egység. Nyilván, hogyha nekünk minden évben lenne 3-4 csapat, amelyik egyik a Bajnokok Ligájában, Európa Ligában, akkor senki nem gondol, hogy neked vidistaként a Fradinak kell szurkolni, mert miért szurkolja ott a saját csapatod, szurkolj annak, az meg kit érdekel. Itt egy kicsit azért más a helyzet. Nem sok időnk maradt az adásból, és azt gondoltam, Paks, hogy... mert Laci mégiscsak itt van, a Paksról, nem? Paksról valami kérdés információ? Vasárnap azért késtem a Vidi elejéről, mert először elmentem, megnéztem a Csákvárt Kozár Mislenybe, onnan hazafele pedig a Paks aktuális hazai mérkőzését, és nyilván igyekeztem, hogy a Vidi meccs végét lássam, Dárdai Palkó gólját. 5-0, ugye? Jó. Igen. Kibeszélték a Paksot is, de azt gondoltam, hogy inkább nézzük meg azt is, és csak egy rövid idő van már hátra, hogy gödörben vannak-e a hokisok. Az elmúlt 4 mérkőzés zsinórban elvesztett ugye a Hidrofehérvár AV19. Gyakorlatilag mindegyiket egyetlen góllal volt, amelyiket ugye hosszabbításban. Tehát ilyen szempontból azért nem mondhatjuk, hogy a csapat agyon van verve. Ráadásul még bőven van hátra a szezonból. De hát jelenleg tényleg ez a helyzet, a legutóbbi, mondjuk október közepe óta 8 meccsen 6 vereség, 2 győzelem, és hát ez alapján talán kicsit aggódhatnánk, most nem tudom, hogy ez a válogatott szünet, ami most lesz, ugye egy emléktorna, ez mennyire fogja befolyásolni ezt, de úgy látjátok, hogy nem túl nagy teher lett rápakolva a csapatra azzal, hogy az előző szezonban ilyen jól sikerült minden? Szerintem nem, abszolút nem. Én nem gondolom, hogy égindulás, földindulás lenne. Hát a gráci mérkőzésük az egészen káprázatos volt, ahol szétlövés döntött. Tehát, hogy az brutális volt a ROA, amit teljesített Engelhardt a másik oldalon. Nagyon jól játszott a Fehérvár, nagyon jól játszott a Grác, teljesen rendben van szerintem. Apró nüanszok, meg hát nyilván olykor a koncentráció hiánya, vagy nem tudom, mert ugye több olyan meccs volt, ahol egy vagy két góllal is vezettek, és aztán úgy buktak, vagy úgy kaptak ki, ez szerintem benne van, tehát nem lehet, csak azért, mert tavaly a döntőben voltunk, nem lehet mindig 100 Celsius fokon izzani, tehát ez lehetetlenség, és nyilván nem is elvárás. Most ez így jött ki. Ha egyébként Grácsba a hosszabbításba egy másodpercen belül ugye kétszer lőttük a vasra a korongot. Ha csak az egyik pattan bele, egyik pattan be a kapuba, akkor most nem, nincs miről beszélni. Tehát tényleg szerintem nagyon-nagyon-nagyon piciken múlnak ezek a dolgok, legalábbis Grácsban. Nyilván van mit helyre tenni, de én nem látom, hogy most katasztrófa lenne. Az a lényeg, hogy ott kell lenni a rájátszásba, aztán majd ott kell kivágni. Hát 8. helyen áll a csapat, hogy 6-ba kell lenni, egyiket pontszámban nem jelentős a lemaradás, bár mögöttünk is nagyon sűrű a helyzet, azt azért jegyezzük meg, ez most egy elég homogén mezőnynek tűnik, és még hátra van egyébként ebben a hónapban 5 meccs, kivétel nélkül előttünk álló csapatok ellen, tehát csupa kőkemény rangadó, amiken akár persze önbizalmat is lehet szerezni, hogyha egyszer megfordul ez a kis szerencse, és az egy gól az ide fog dönteni. Hogyha azt mondjuk, annyira udvariasak vagytok, gyerekek. Európa. Köszönöm szépen, uram. Tehát ha azt mondjuk, hogy az előző szezonban ugye a srácok erőn felül teljesítettek azzal, hogy elhozták az ezüstöt, akkor mondhatjuk, hogy hát igen, még van hátra, te is mondtad a szezonból, és nyugodtan oda lehet még érni, hogyha kicsit összeszedjük magunkat. De hogyha azt mondjuk, hogy másodikak lettünk, és erőn felül teljesítés nélkül mondjuk ezt, akkor minden más eredmény az kudarc. Tehát hogyha ennyire leegyszerűsítjük a dolgot. Nem látok én játékban problémát szombaton az Innsbruck ellen, például hosszabbításban, bárhova eldőlhetett volna, tehát a csapatot nem verik, nem hogy agyon, nagyon meg sem verik. És sokszor rengeteg kapura lövése van a volának, mintha a gól lövéssel lenne inkább csak probléma. Azért tudomásul kell venni, hogy a tavalyi szezonban ott gyakorlatilag minden jött, mert voltak itt nagyon jó szériák, de igazából gondolkodtam ezen pont az Innsbruck meccs után, hogy azért a csapat 6-szor került a playoffba, de soha nem jutott el addig a szintig, hogy kiki meccset vívjon a Best of Seven-ből 3-3, és majd vagy. Ez a csapat döntően 4-1-re, 4-0-ra kapott ki, és nem jutott el a 4-ig sem. Tavaly elmentünk a fináléig, amiben szerepet játszott talán az az egzisztenciális
rész is, hogy az osztrákok miután ott még a Covid éreztette hatását, tehát minket tavaly ősztől elengedtek, hogy szabadon éljük az életünket, Nyugat-Európában ez nem feltétlenül zajlott így, és az osztrák kluboknak jelentős bevételi hányadot jelent a VIP és az egyéb bérletek értékesítése. Ha sokat adok el, jó a csapatom, jó játékosokat igazolok, jó szerepelek. Miután ez a része nem jelentkezett, ezért gyengébb csapatokat építettek, mert nem volt annyi pénzük, és a Fehérvár zseniálisan látta meg ezt a lehetőséget, ezt a piaci részt, hogy ők most oda beléptek, és miután itt volt közönség, volt támogatás, egy nagyon jó csapat jött össze, elment a csapat a döntőig. De most egy kicsit kiegyenesednek a viszonyok, és visszatérünk a korábbi időszakra, amikor egy jó csapat valószínűleg playoffos lesz, de az a tavalyi szereplés nem gondolom, hogy elvárható lenne ezúttal is. Hát meglátjuk, minden esetre az biztos, hogy ugye Kevin Konstantin a csapat edzője idén is remek munkát végez. A válogatott élén pedig most fog debütálni a Sárközi Tamás emléktornán, ami miatt most ugye nincs mérkőzés éppen a ligában, de az edzőnek és a csapatnak is lesz még lehetősége bőven bizonyítani. Köszönöm szépen a mai közreműködést, fiúk, akkor jövő héten majd innen folytatjuk remélhetőleg jó eredményekkel és hírekkel, és köszönöm a figyelmet a kedves nézőknek is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.